Japán egy csúcs. Mert ugye mit keres általában egy utazó? Valami egészen mást, valami nagyon eredetit, autentikusat, ami furcsa, amit meg kell fejteni. Vannak egydimenziós helyek, vannak többdimenziósak, és van Japán, aminek túlzások nélkül millió dimenziója van. Kevés országban lehet ugyanis egyszerre utazni a múltban, pezsegni a jelenben, majd a jövőben is megmerítkezni. Buddhától kezdve a sógunokon és a gésákon át könnyen áttibbelhetünk a médkafék, a futurista popkultúra, a száguldó gyorsvasút és a humanoid robotok high-tech világába. Miközben mindenhol, de tényleg mindenhol parkok és részegítő szépségű cseresznyefavirágok bódítanak el. Ugye van kedvük velem tartani? Megfejtést persze nem ígérek, de minden mást igen. Japánba eljutni persze fárasztó. Köztudomású, hogy a szépségért meg kell szenvedni. Én Kataron, Dohán keresztül repültem el a felkelő nap országába. Ebben persze benne volt egy csaknem 8 órás átszállási idő, így a dohai kitérővel az oszakai reptérre mintegy 22 óra és 11.865 kilométer volt az út, mert Honshu szigetének nyugati régiójában Kansaiban kezdtem. Oszakában sok időm nem volt, gyakorlatilag egy alvást jelentett az ott tartózkodásom, de így is meg tudtam csodálni Japán harmadik legnagyobb városának, az egykori rizskereskedő központnak körvonalait, a várost, amit egyszerűen csak az ország konyhájának hívnak. Másnap már kora reggel buszra szálltam, mert rohantam a pályaudvarra. Az úti célom Japán talán legkarakteresebb történelmi városa Kyoto volt. Már itt feltűnt, hogy ebben az országban mennyire egyszerűen lehet tömegközlekedni. Tudtam, olvastam, hogy így van, de más ezt megélni. Az utazás praktikus, gyors és környezetbarát. Azt nem mondom, hogy nincsen sok ember, de szerintem követendő példa lenne ez a közlekedési formula. Tömegközlekedés. A pöfögő autók és a hatalmas dugók helyett. Japánban teljesen fölösleges erőltetni az autóbérlést, ők maguk sem nagyon ülnek autóban. A tömegközlekedés hatékony, környezetbarát és iszonyúan gyors. Az Osaka-Kyoto táv az 80 km és 30 perc volt mindössze. Én szinte észbe se kaptam is, mert itt vagyunk Kyotóban. Úgyhogy mindenképpen a tömegközlekedést ajánlom. Kyotóban az első utam Nicsiki városrészben vezetett. Kyoto híres a fennmaradt, tradicionális japán lakóházairól, a macsiákról. Én a Tondaja macsiát látogattam meg, ami kívülről elég szerénynek tűnt. Ez a ház 130 éve épült, egy kimonó nagykereskedő család építette, a Tanaka család, jelenleg ez már a család 13. generációja itt. Ez egy tipikus japán városi lakás, a bejárat nagyon keskeny és szerény, de a belseje nagyon hosszan elnyúlik. Ez a múltbéli adózási rendszernek köszönhető, ugyanis akkoriban az adóterhek a homlokzat méreteivel voltak arányosak. Kisméretű homlokzat, kevesebb adó. Proportional to width of the front. Valóban a lakóház egészen hihetetlen módon elnyúlik. Ezeken a képeken jól látszik, hogy mennyi titkos kis szeglete van ennek az előről meglehetősen minimalistának tűnő épületnek. A macsiák nem a fényűzésről szólnak, de hihetetlen kellemesek és földöntúli harmóniát árasztanak, köszönhetően azoknak a kerteknek, amik megtörik belülről a tereket. Egy európai szemnek így nekem is persze nagyon furcsa és különleges látvány ez a sok házon belüli szobák közötti kert. Ugye említettem, hogy ezek a házak nagyon hosszúak, és nem nagyon voltak légkondicionáló berendezések sem. Azért van a házon belül nagyon sok kis kert, hogy a friss levegő be tudjon szabadon jönni, és hogy legyen sok napfény is. Ha nem lennének ezek, sötét lenne a hátsó részekben. 6 szoba van itt, és mindegyikhez tartozik egy kert. 6 szoba, 6 kert.
Teljesen logikus, ha belegondolunk. Emellett nagyon tetszetős is, a kimonó nagykereskedő család esztétikusan egyszerű, gondosan kiválasztott alapanyagokból épített 13. generációs háza. Már itt éreztem, hogy mit jelent az, hogy Japán a tökéletesség országa. Ezt a tökéletességet egyedül a teaszobába, a chashitsuba veló becsúszásom törte meg. A szamurájok ezt biztosan nem így csinálták. A Chano Yunon, a teaceremónián minden mozdulatnak, minden gesztusnak jelentősége van. Egyes leírások szerint több mint 100 szabályt kell betartani. A Chano Yun önfegyelmet, komolyságot, meghatározott koreográfiát és hajlékonyságot kíván. Olyan ellazulását az izmoknak, amik nekem nem igazán voltak meg. A combjaim majd szétpattantak csupán attól, hogy egy meghatározott pózban kellett ülnöm. Pedig tényleg fontos lett volna. A cél ilyenkor ugyanis a tökéletes nyugalom megtalálása. A tea ceremónia eredetileg Kínából ered. Japánban Sennor Yuku nevű teamester dolgozta ki a módszereket és terjesztette el a 16. században. A ceremónia igazából a szamurájok szertartása volt. Így relaxáltak, így találtak nyugalmat a folyamatos csaták közepette. Ez a fegyelmezett mozdulatsor volt nekik a pihenés. Egyébként most már több mint 70 féle tea ceremónia létezik az országban. De nem csak az izmok kötöttsége nehezítette az ellazulást, hanem a rohanás is, hiszen rohannom kellett. Kyoto ugyanis tényleg egy olyan város, amiből minél többet meg kell mutatni. Ez egyfajta belső igény, és tényleg nem volt sok időm rá, mindössze 2 nap. A legjobb helyen és a legjobb időben vagyunk. A legjobb hely az Kyotót jelenti, az ország első számú történelmi városát. A legjobb időszak pedig a szakura, a cseresznyefa virágzás ideje. Gyakorlatilag nincs más dolgunk, csak átadni magunkat a természet gyönyörűségének. A szakurára, a cseresznyefa virágzásra egy jó belépő Kyotóban a Shirakawa patakot szegélyező macskaköves sétány, ahol egy kicsit magányosabb körülmények között tapasztalhatjuk meg, mit jelent ez az ünnep Japánnak. Tudom, hogy furcsán hangzik a képeket látva a magányosság szó, de higgyék el, ez a rész szellősnek számít ebben az időszakban, majd nem sokára látni fogják, hogy milyen az, amikor tömeg van, különösen Tokióban. De még egy kicsit csodálják a Shirakawa patakot szegélyező vizuális csodát. Kyoto egyik kedvenc cseresznyefa virágos helye a Maruyama Park. Itt találkoztam Isao Maruyamával, aki segített egy kicsit megérteni Japán szakura őrületét. Kyoto egyik leghíresebb parkjában, a Maruyama Parkban vagyok, mit ad Isten Maruyamával, és próbálom a szakura, a cseresznyefa virágzás lényegét megérteni. Maruyama, mondd már el nekem, hogy miről szól a szakura ünnepe. Sok európai nem feltétlenül érti pontosan. A szakura a tavasz szimbóluma. Itt Honshu szigeten március végén, április elején virágba borul minden. A japánok, mondhatom, imádják a szakurát, a teljes virágzás ugyanis egy nagyon rövid időszakot jelent. 4 napot, 5 napot, de maximum 1 hetet. Ez a rövid életű virágzás az élet rövidségére emlékeztet bennünket. A virágzás teljes pompájában nagyon hirtelen jelenik meg, majd ugyanilyen hirtelenséggel kíméletlenül múlik el. Szóval van benne egy erős vízió, egy spirituális elképzelés az emberi létezés elképesztő rövidségéről. Szóval ezért ünnepeljük ennyire, az életnek örülünk, amennyire csak tudunk. Előkerülnek ilyenkor az ételes dobozok, élvezzük az ételek ízét, a gyönyörű időt, táncolunk, hát ez a szakura. Ugye már kezdik érteni, hogy Japán egy mélyen spirituális ország. Egyszerű dolgok mögött is, mint a teázás vagy a cseresznyefa virágzás, ott van egy gondolati többértelműség, az elvonatkoztatás, a pillanat tökéletes megélése. Több japántól is hallottam, hogy a szakura egyfajta keserédes érzés.
A létezés öröme, a szépség és az elmúlás gondolatai ötvöződnek, életről és halálról emlékeznek a gyönyörű cseresznyefák alatt. Japánban egyébként még van egy nagyon fontos és praktikus dolog, ami nagyban segít az utazóknak a szépségek zavartalan megélésében. Ugye ez az első igazi napunk itt Japánban, most ugye Kiotóban vagyunk, de Oszakából jöttünk reggel, ezért nálam van a táska, ami általában egyébként rettenetesen szokott frusztrálni, mert elveszi a szabadságomat, folyamatosan figyelni kell rá. Na most Japán az a hely, ahol egyáltalán nem kell figyelni, mert semmi esély rá, hogy ellopják, bárhol hagyhatom, utánam fogják hozni. Ennek a kulcsa a nevelésben és a hagyományokban rejlik. Japánban ugyanis ciki lopni, vagy másnak rosszat okozni, könnyen társadalmi kiközösítéssel járhat. Ezt is nagyon szerettem ebben az országban. Isao aztán segített megtalálni Kyoto egyik leghíresebb negyedét, Gion-t is. És hogy miről is híres ez a városrész? Hát a gésákról, akik a Japánhoz kötött képzettársítások egyik leggyakoribb szereplői. Most is itt vannak egyébként a falak mögött. Kyoto egyébként az a város, ami a leghíresebb a gésákról, ezért is tartom fontosnak elmondani, hogy itt geikóknak hívják őket, a kis tanoncokat pedig maikóknak. A gésa szó inkább Tokióban használatos. De a legfontosabb információ az az, hogy a gésák még véletlenül sem prostituáltak, ahogy sok külföldi tévesen gondolja. Mondd már el tulajdonképpen, kik is a gésák, mert sokan úgy gondolják, hogy prostituáltak, pedig nem. Igen, hallottam már ezt. A gésák nem prostituáltak. 200-300 évvel ezelőtt előfordulhatott egy-egy eset, de hangsúlyozom, ez csak egy eseti történés lehetett, ha volt is. A lényeg viszont, hogy ők előadók, szórakoztatják a vendégeket tradicionális japán táncokkal. Rendkívül képzettek, remekül játszanak a hagyományos hangszereinken. Valóságos művészek. Hagyományos patinás éttermekben lehet látni őket, a gésákat és a maikókat is. A maikók egyébként gésa tanoncok, 20 év alatti kis előadó növendékek, akik ezután, tehát 20 év fölött válnak gésává. Ez pedig, ahol vagyunk, egy híres terület, ami a gésákról híres. Ezekben a házakban vannak most is bent, de normális körülmények között inkább csak éjszaka lehet látni őket néhány percre. Te valaha láttál már itt gésákat? Ó, nem, még nem, de lehet, hogy azért, mert nem állok itt lesben éjszaka idején. A félreértés oka az lehet, hogy a II. Világháború pusztítása és a bombázások után Japánban sokan kerültek nyomorba. A fiatal lányok kimonóba bújtak, és gésának maszkírozva magukat pénzért amerikai katonák mellé szegődtek. Az amerikaiak persze nem tudták, hogy mi a különbség egy jelmezes prostituált és egy igazi gésa között, így a nyugati világban elterjedt az a tévhit, hogy a gésák prostituáltak. Japánban együtt él a buddhizmus és a sintoizmus, sok japán maga is egyszerre buddhista és sintoista. Az országban alapvetően sintoista szentélyeket és buddhista templomokat láthatunk. Úgy lehet megismerni leginkább mondjuk a sintoista szentélyeket, ami előtt vagyok, hogy egy hatalmas tori kapu várja az ideérkezőket. Tehát sintoista szentélyek és buddhista templomok. Az Inari Kaminak épített sintoista szentély egyébként teljesen egyedülálló. Több mint 10 000 torit, azaz kaput építettek ide. És itt megint meg kell magyaráznom egy alapfogalmat. Mit is jelent a szó kami? A kamik a sintó vallásban a tisztelet tárgyai. A kami jelenthet természeti erőt, az energia megtestesülését, a kami lehet maga az életerő, a világban megjelenő spiritualitás és szellem. Lehet istenség is, ami nagyjából megfelel az európai isten fogalomnak. De lelket is jelenthet. Ugye mondtam, hogy Japánban át kell állítani az agyunkat, hogy a legalapvetőbb fogalmakat megértsük.
Tehát, akinek ezt a szentét építették, az inari, a rókák, a tea, a rizs, a termékenység, a híres alkoholos ital a szaké, a jólét, de a kardkovácsok és a kereskedők kamia is. A Fushimi Inari szentély az egyik legnépszerűbb ilyen hely Japánban, milliók látogatják, és kapuik között föl lehet kapaszkodni az Inari hegyre, oda-vissza mintegy 3 óráig tart az út. Kyotóban a Nishiki piac egy kötelező látványosság, ide mindenképpen el kell jönni. Két dolog miatt fontos. Egyrészt ez Kyotó konyhája, másrészt itt bomlik le a sztereotípia, hogy Japánban minden iszonyú drága, mert ez egyáltalán nem így van. Bizony-bizony, Japánnal kapcsolatban egy visszatérő sztereotípia, hogy milliómosnak kell lenni hozzá, hogy meglátogassuk. A valóságban azonban egyébként némi rutinnal levadászhatunk akciós repülőjegyeket, de ha még ki is köhögjük a repülőjegy normál árát, utána már nyertügyünk van, ha találékonyak vagyunk. Remek, tiszta szállásokat találhatunk jó pénzért, az étkezéseket pedig kifejezetten olcsó meg tudjuk úszni, ráadásul garantáltan frisset, finomat és egészségeset tehetünk. A japán utcai ételek színvonala a méregdrága európai éttermek színvonalával vetekszik. Csak jobb hangulata van és jóval olcsóbb. Mondok egy durvát. Meg tudunk annyiért ebédelni, mint Magyarországon, sőt. Pontosan ez az, amiről beszélek. Itt lehet látni ilyen halas tésztás dolgokat. 70 jene egy darab, az azt jelenti, hogy ilyen 180-200 forint. Ebből 5-6-ot, ha megeszik az ember, én garantálom, hogy estig nem lesz éhes. Még sokat is mondtam, mert 70 jen úgy 172 forint. Itt a Nishiki piacon 800-1000 forintból tökéletesen jól lakhatunk, 1500 forintból pedig egyenesen degeszre tömhetjük magunkat. A piacot, ahogy említettem, Kyotó konyhájának is hívják, ami azért nagy szó, mert sokan esküsznek rá, hogy Japán legjobb konyhája itt, ebben a régióban, Kansai-ban található. Elsősorban Osaka híres erről, de Kyotó rögtön utána következik. A Nishikin a választék és a minőség egyszerűen lenyűgöző, és itt is mindennek története van. A Nishiki piac egy érdekes hely, nem is olyan régen, ide még csak helyiek jártak. Ez a bolt, amit itt látsz, a boltunk egy 90 éves vállalkozás, és egy jellegzetes tengeri angol napfélével kereskedünk. Saját, teljesen szubjektív és tudománytalan számításaim szerint a Nishikin való kalandozást maximum 1 óráig lehet bírni evés nélkül, a nyálelválasztás viszont garantáltan az első percektől kezdve beindul. Úgyhogy vettem is némi elemózsiát, halat. Köztudott, hogy a japánoknak a várható élettartama a legmagasabb a világon, az ilyen dolgoknak köszönhető, hogy chips helyett ilyesmiket esznek. Látjuk a szemét és a fejét, ezt így egybe meg kell enni. Finom, nagyon finom. Japánban a férfiak várható élettartama jelenleg több mint 80 év, a nőké 87 év, és ez folyamatosan növekszik. Persze az egészséges étkezés ennek csak az egyik összetevője. A kutatók szerint ehhez még hozzájárul kedvező anyagcseréjük, az úgynevezett lipid profiljuk és glükóz metabolizmusuk. Valamint alacsony testtömegindexük és mértékletes alkoholfogyasztásuk is. Akárhogy is, nekem régi mániám a sült apróhal, mint rágcsálnivaló, és itt ezt a Nishikin megtaláltam. És akkor desszert. Ebben a fantasztikus városban járva mindenképpen ajánlom Kyotó tipikus süteményboltjai egyikének a meglátogatását. Mondjuk egy kis yatsuhashiért. Az eredeti yatsuhashi alakja olyan, mint a tradicionális japán hangszer, a koto alakja. Ennek a süteménynek 326 éves története van, tulajdonképpen rizslisztből, fahéjból és cukorból áll. Aztán van itt ez a másik fajta is, ami háromszög és körülbelül 50 éves készítmény, és persze egy kicsit más, mint az eredeti. Az újabb, háromszög alakú yatsuhashi is nagyon népszerű. Fahéjas, zöldteás, fekete szezámos és újabban szamóca ízesítésű váfajait viszik, mint a cukrot a helyiek is, és egyre több turista kedves szuvenírja is a sütemény. A hagyományokról pedig csak annyit még egyszer, hogy 326 éve, az Edo korszak óta folyamatosan, változatlan formájában jelen van a yatsuhashi. Ilyenekről van szó, amikor a tradíciók megőrzéséről beszélnek Japánban, és akkor történelem. Természetesen, mint minden ezzel az országgal kapcsolatosan, rettenetesen bonyolult és lehetetlen dióhéjban elmondani. Nem is fogom, csak kiemelem a lényegi részleteket. Kezdjük azzal, hogy Japánnak, ha pontosak a korabeli adatok, mintegy 60 fővárosa volt. A legjelentősebbek Nara, Kyoto és Tokió. Alapvetően a főváros mindig a császár mindenkori lakhelye volt.
Kyoto meglehetősen hosszú ideig volt Japán első számú városa, 794-től 1869-ig, azaz 1075 évig. Ezután került ez a cím Edóba, a mostani Tokióba. Tehát Tokió egy viszonylag fiatal főváros. Fontos dolog, hogy az ország feudális időszakában 1185 és 1867 között a tényleges politikai hatalmat a sógunok gyakorolták. Ez egyfajta katonai kormányzás volt, a császárnak csak névleges volt a vezető szerepe. A sógunokat egyfajta hadvezérként, katonai vezetőként, hűbérurakként lehet értelmezni, a szamurájuk is gyakorlatilag az ő alattvalóik voltak, egy harcos kaszt. Csak 1867-ben került vissza a tényleges hatalom a császár kezébe. Ez volt a Meiji Tennō, azaz Meiji császár nevéhez köthető modernizáció időszaka, ami a korábban elszigetelt Japán nyitását jelentette a nyugat felé. De ez a helyszín, ahol most vagyunk, még bőven az elzárt Japánt idézi és az Edo-kort, amikor a sógunok voltak az igazi urak. Kyoto egyik óriási büszkesége a több ezer közül a Nijō kastély, amit a Tokugawa sógunátus első sógunja építtetett. Egészen pontosan 1679-ben az épület a sógunok nyugati rezidenciájaként szolgált, mert egyébként a Tokugawa keleten Edo-ban, a mai Tokióban laktak. Az Edo korról, a Tokugawa sógunátusról még annyit, hogy egy békés, prosperáló időszak volt, virágzott a gazdaság és a művészetek, ekkor indult meg Japán városiasodása, ugyanakkor az ország teljesen elzárta magát a külvilágtól, és egy nagyon szigorú társadalmi rend jellemezte. Ennek a tudásnak a fényében érdemes ezt a pompás épületegyüttest, a Nijō kastélyt megnézni. Nem nehéz elképzelni, hogy mekkora lehetett a sógunok gazdagsága és ereje. A 275 ezer négyzetméteren elterülő komplexum egyébként két koncentrikus körben elhelyezkedő palota együttesből és egy csodálatos kertből áll, ami elválasztja a Nijō kastély két palotáját. A Ninomaru palota az, ami legjobban épségben megmaradt. Érdekesség, hogy pont itt, ezen a helyen adta vissza az utolsó Tokugawa sógun a tényleges hatalmat a császárnak 1867-ben. A fafaragásokkal és aranylemezekkel gazdagon díszített épületek anyaga egyébként szinte kizárólag a hanoki hamis ciprus, ami egy közép-japánban honos ciprusféle. Kyotóban nem csak az eső szemerkélt, konkrétan rámömlött a történelem. Kyoto a régi főváros egy egész hihetetlen hely. 1600 buddhista templom és 300 sintoista szenté található csak itt ebben a városban, ezért értelemszerűen nem tudjuk az összeset megmutatni. A helyen szenté viszont mindenképpen egy olyan, amit meg kell, hogy mutassunk. Bizony, a Heian szentély az egyik legcsodálatosabb sintoista szentély egész Japánban. Ezentúl a toria, a kapuja az egyik legmagasabb az egész országban, több mint 24 méter, egészen pontosan 24,2 méter. Ezen a gyönyörű helyen gondoltam, hogy érdemes tisztáznom még pontosabban ezt a sintoista-buddhista kérdést. Ez egy kicsit furcsa nekem, hogy a japán emberek sintoisták és buddhisták egy időben. Hogyan működik ez? Magyarázd már el nekem. Ugye a sintoizmus és a buddhizmus két különböző dolog. Voltak idők, mikor a kettőt kombináltuk, de alapvetően különbözőek. A sintoizmus, mondhatom, egy benszülött, itteni japán dolog. Az isteneinkhez itt a szentélyekben imádkozunk. Jinjának hívjuk a szentélyeket egyébként. Szóval a szentélyekbe az emberek esküvők miatt járnak, vagy egy születést megünnepelni, vagy akár az új év alkalmából. Ezzel ellentétben a buddhizmus ugye Indiában született, és Kínán és Koreán keresztül érkezett Japánba a 6. században. Ez szintén hatalmas hatást gyakorolt a japán emberek életére, gondolkodására, és persze a kultúránkra. De a lényeg, a buddhista templomokban inkább megemlékezések és temetések zajlanak. És hát persze óriási turista attrakciók is. Tehát ez úgy működik valahogy, hogy a sintoizmus inkább az élettel kapcsolatos dolgokhoz kötődik, a buddhizmus a túlvilághoz. A sintó szentélyek nem véletlenül ilyen színesek, ez a vöröses, narancsos szín az élet színe, a véré, a napfényé. De tényleg mi ez a szín? Piros? Narancs? Ha már Japánban vagyunk, törekedjünk a pontosságra.
A felületes szemlélő, beleértve magamat is, azt mondja, hogy a szentélyek narancssárgák. Nem, nem. Ez nem narancssárga, hanem cinóbervörös. Ez fontos, mert ez a szín szabadít meg a gonosz szellemektől. Na hát, ez volt Kyoto két napban, próbáltam egy nagyot szippantani belőle, a lehető legtöbbet ebből a tömény történelmi levegőből. De ahogy említettem, még nagyon sok mást is meg lehetne mutatni, de nekem nem volt erre most fél évem, mert ennyi biztosan kellene. És még ekkor csak a történelmi Kyotóról beszéltem, mert Kyoto ezentúl egy másfél milliós, ízig-vérig modern és high-tech nagyváros is. Az információs technológiák és az elektronika fellegvára is egyben, de a modern Japánt talán még érdekesebb Tokióban megmutatni. Ehhez kiváló felütés hatávot a híres japán Shinkansennel, a gyorsvasúttal teszem meg. Szóval még Kyotóban vagyok a továbbutazásom reggelén, ami egy őrült rohanással kezdődött. Meg kellett találnom ugyanis a kyotói állomáson a vonat pontos indulási pontját, mert Japánban egy valamit nem lehet elkésni. A vonat tűpontosan érkezik és indul, nincs appelláta. A beszállási hely is pontosan meghatározott, a vonat 15-ös kocsija centiméterre ott áll meg, ahol föl van festve. Mivel késős vagyok, ez elég nagy stresszt okozott, de sikerült abszolválnom ezt a számomra hatalmas feladatot. Ugye az is mindig egy nagyon praktikus kérdés, hogy országon belül hogyan utazzunk, és hogy vaj, mondjuk Japánon belül is hogy lehet a legjobban utazni. Mindenképpen a vasutat ajánlanám. Lehet kapni egy ilyen 7 és 14 napos bérletet. Én egy 7 naposat vettem 70.000 forintért, ami talán soknak tűnik, de ha azt veszük, hogy mondjuk benne vannak az összes Shinkansen, majdnem az összes, két kivétel, vasútvonalak, egy komp Miyama szigetére, buszok és városokon belüli vonalak is. Én azt kell, hogy mondjam, nagyon megéri, hát is iszonyatosan kényelmes, hát gyakorlatilag ez a tömegközlekedésnek a fejedelme. Az Osaka és Tokió között vágtató Tokaido Shinkansenen utazás egészen konkrétan pihentető. Maximális a kényelem, tiszta, kulturált. Mondanom sem kell, tökéletes az internetkapcsolat, és ami a legfontosabb, elképesztően hatékony. 2,5 óra alatt lehet megtenni a Kyoto és Tokió közötti nagyjából majdnem 500 kilométeres távot. Csak összehasonlításként ez körülbelül egy Budapest Split távolság. Érdemes eljátszani a gondolattal, és én a japán gyorsvasút Hikari szolgáltatását vettem igénybe, van ennél még egy gyorsabb is, a Nozomi. Egy szó mint 100, ez a kacsafejű szupervasút remek választás. Tokió a főváros a japán közigazgatási központja, a kormány és a császár székhelye. Egyike Japán 47 prefektúrájának nem egyetlen városként kormányozzák. Hozzávetőlegesen 12 millió ember, az ország lakosságának 10%-a él Tokióban, míg a nagy Tokió agglomerációban majdnem 38 millióan, egészen pontosan 37,833 millióan laknak, és ezzel a világ legnépesebb urbanizált területe. Mint az ország politikai, üzleti, gazdasági, oktatásügyi és kulturális központja, Japánon belül Tokióban van a legtöbb cég központja, gazdasági intézménye, egyeteme és főiskolája, múzeuma, színháza, vásárló és szórakoztató létesítménye. Többször választották a világ legélhetőbb városának. Tokiói a világ legnagyobb városi gazdasága is. GDP-je több mint Kanadának, Dél-Koreának és Mexikónak együttvéve. Tokió nagysága konkrétan rám szakadt. Én ilyen embertömeget még soha életemben nem láttam, bár voltam már a világ jó néhány metropoliszában. Egy bevásárló utcán, a Nakamisedorin próbáltam Tokió legrégebbi buddhista templomát meglátogatni. Kyotóson volt egy kisváros a maga 1,6 milliójával, de Tokió embertömeg egyszerűen mellbevágó. Annyira egyedül érzem magam.
Az utca egyébként mindössze 250 méter, de legalább 20 percbe telt, míg végül sikerült átvergődnöm magam az irdatlan tömegen. És azt kell, hogy mondjam, megérte a tipródás. Kiotóban már sokat beszéltem a buddhista templomokról, de egyet sem mutattunk még meg. Viszont Tokióban ezt nem hagynám ki. A mögöttem látható templom a Senzoji, ez a fővárosnak a legrégebbi ilyen épülete. Ahogy már említettem, az Asakusa városrészben található Senzoji buddhista templom a legrégebbi Tokióban, és az egyik legjelentősebb. 628-ban alapították, és a japánoknak egyébként is a béke és az újjászületés szimbóluma, mert a II. Világháborús amerikai bombázások után jelentős károkat szenvedett, és újjá kellett építeni. Itt a templom előterében ilyen finomságokat lehet látni, mint ez az 1618-ban épített kőhíd, ez Tokiónak a legrégebbi hídja. Láthatják, próbáltam koncentrálni a finom, magányos kis részletekre, mert tudtam, hogy még vissza kell vergődnöm magam a Nakamise-dorin. Kyoto tokiói szemüvegen keresztül nézve már csak egy álmos kisvárosnak tűnt. Hirtelen az az ötletem támadt, hogy bemenekülök a zöldbe, ugyanis tudtam, hogy közel az egyik leghíresebb park az Ueno. Ott talán rápihelhetek az első sokra, amit Tokió nagysága és volumene okozott. Hát úgy néz ki, a szakurát itt Tokióban is nagyra becsülik, az Ueno Parkban vagyunk, és hihetetlen sok ember van itt. Persze belátom, a lehető leghibbantabb ötlet volt azt gondolni, hogy pont Tokió egyik leghíresebb parkjában, szakura, azaz cseresznyefa virágzás idején fogok relatív magányra találni. Annál is inkább, mert az Ueno Park egész Japán legnépszerűbb parkja. Éves szinten körülbelül 10 millió ember látogatja. Minden esetre itt még jobban érzékelhető volt a japánok szakura imádata, mint Kyotóban, és az esemény ünnep jellege. De azért valljuk be, valóban eszméletlenül gyönyörűek ezek a rózsaszínen, fehéren pompázó és virágzó fák. Ám lassan besötétedett, így ideális volt útba ejteni Chiyoba városrészben Akihabarát, a modern Japán egyik legikonikusabb kerületét. We are here in Akihabara. Akihabarában vagyunk, ez egy nagyon-nagyon karakteres része Tokiónak. Mesélj már nekem erről, miért. Akihabara eredetileg az elektronikai cikkeiről, az elektronikai termékeiről híres. Nagyon sok ilyen bolt van ezen a helyen, de mostanában legalább ugyanannyira híres egy másik dologról, egy szubkultúráról, az otaku kultúráról. Az animék rajongói összegyűlnek Akihabarában, hogy élvezzék a métkafékat, és persze nagyon sok olyan bolt is van, ahol az animékhoz kapcsolódó cuccokat árusítanak. Akihabara tehát mára az otaku szubkultúra központja. Az otaku név olyan lányokat és rácokat jelent, akiknek az érdeklődési területe szinte megszállott, és egy-egy szűk témára fókuszál. Leginkább az anime rajzfilm és a manga képregény karakterek a legnépszerűbbek, mint tematika. Sokan tényleg szerelembe is esnek a szereplőkkel. De vannak olyan otakuk is, akik kizárólag a kamerákra vagy az elektronikai eszközökre vannak rágyógyulva. Akihabara az olyan hétszintes elektronikai üzleteivel, mint az ikonikus Laox, a manga és anime boltjaival, tehát egy valóságos paradicsomnak számít az otakuk számára, akik bizony gazdaságilag is mérhető felvásárlóerőt jelentenek. Na és hová jár egy jó otaku kikapcsolódni? Természetesen egy métkaféba. Konnichiwa! Konnichiwa! Egy személy lesz? Igen, egy. Oké, rendben. Mikor számolok, majd fújd meg ezt, oké? Fújjam? Oké. Majd mondom, 3, 2, 1, oké? Oké. 3, 2, 1. Isten hozott is. Köszi! Köszi. A Métkafét szobalány kávézónak lehetne fordítani, de mivel Japánban vagyunk, természetesen ez nem fedné teljesen a valóságot, úgyhogy marad a Métkafé elnevezés. Íme az ajánlataim, uram! Van itt nagyon sok kombó neked. Kombó? Éhes vagy egy picikét? Nem. Nem. Oké. Okay. Inkább szomjas. Akkor a következőt javaslom. Egyél jégkrémet, igyál valamit és fotózkodj le velem. És lesz még egy kis ajándék is ebben a kombóban. Wow.
Aztán itt van egy koktél előadással, ez egy olyan kombó, hogy tulajdonképpen alkoholos. Rázom neked a turmixot, és mondom neked, hogy Robert, Robert! Ez utóbbit most kihagytam, és csupán egy szimpla üdítőt választottam. Egyébként kíváncsi voltam a helyre, olvastam róla, sejtettem, hogy nem kifejezetten az én világom, de ez a rózsaszín nyuszifül azért odavert rendesen. Be kell vallanom, rettenetesen hülyén érzem magam ebben a nyuszifülben, viszont olyan koktélok kárpótolnak, mint a Miau Miau koktél, vagy az oroszlán üvöltés koktél, de ilyeneket is lehet kérni, hogy a szobolány előtted rázza föl a koktélt, miközben a nevedet mondja, hát ez szerintem kihagyhatatlan. Mondjuk a hamburgerek ilyen 3000 forintba kerülnek, egy carbonara spagetti az 2000-2500 forint. Nagyon ostobán éreztem magam, fogalmam sem volt, mi történik ezen a helyen, meg tudják, ez a nyuszifül is, mégiscsak 40 éves leszek. Némi várakozás után persze jól esett ez a cuki, habos, kutyusos itóka, meg végre tudtam valami reálisat is csinálni, olyat, amit máskor is szoktam, inni szívószállal. És jól leplezte a zavaromat is. Na de tényleg, mi ez az egész? Ideje lenne többet megtudni róla házigazdámtól és szolgálomtól. Mit gondolsz, miért népszerűek és sikeresek ezek a métkafék? A métkafék az otakuk között nagyon népszerűek. Imádják ezeket a helyeket, ahogy a turisták is. Az a lényege, hogy ide azért jönnek az emberek, hogy különböző lényegét tapasztalják meg a létezésüknek, hogy másik dimenziót éljenek meg. Ez egy másik világ. Van itt egy másik kérdés. Hogy lesz bárkiből méd, mint például belőled is? Igazából úgy vagyunk alkalmazva, mint átlagos pincérnők, de mégsem. Ugyanis van egy speciális tanfolyam, egy tréning, amivel méddé válhatunk. Sokrétűnek kell lenni. Szóval tulajdonképpen akkor mi a méd kafé? Egyszerű a válasz. Egy szórakoztató étterem. Egyébként az az igazság, nagyon tetszett, hogy szinte mondhatni tematikus városrészek vannak Tokióban. Mindenki megtalálhatja a hozzá közel állót, ahol hasonló érdeklődésű emberekkel találkozhat. Újabb nap, újabb csoda Tokióban. Mondanom sem kell, a városon belül a tömegközlekedés a leghatékonyabb. Csak első blikre valami hihetetlen kusza az egész. Nem csoda, hiszen a tokiói metró a világ legforgalmasabb metrója. Van egy magánkézben és egy állami kézben lévő vonal, ami naponta 8,7 millió embert szállít. Ha ehhez még hozzávesszük nagy Tokió agglomerációs városon belüli vasúti forgalmát, ez a szám 40 millió ember naponta. Ez több mint 4 magyarországi embert jelent. Tartok is egy kis hatásszünetet. A szűkebben vett Tokiónak 13 metróvonala van és 285 állomása. A vonalak hossza összesen 304 kilométer. Irdatlan számok megint. Természetesen a közlekedés hipergyors, a vagonokban a wifi pedig még ennél is gyorsabb. Tehát így, logikusan, metróval érkeztem a jövőbe, a Miraikanba, ami szó szerint is azt jelenti a jövő múzeuma. A Miraikanban sétálva rögtön meg is akadt a szemem egy kedves, de valahogy mégis furcsa plüss állatszerűségen. Ő nem egy plüss állat, hanem Páru, a robotfóka, akit terápiás célzattal fejlesztettek. Őt nyúzzák a gyerekek. Olyan embereknek fejlesztették, akik nem nagyon tudnak kis állatot tartani, és egészen zavarba ejtő, olyan, mintha egy élő állat lenne, de ez egy robot. Páró, a robotfóka, egyébként tényleg zavarba ejtő. Melegség árad a szeméből, és ha nincs kedvére valami, akkor ellögdösi a kezeket. Én igenis el tudom képzelni, hogy a robotfóka sok magányos ember vigasza, bármilyen furcsán is hangzik. De Páró csak a kezdet volt. Következett Asimo, a humanoid robot. Szerencsére éppen jókor érkeztem, mikor Asimo aktivizálta magát. A robot egyébként már nem is olyan új darab, 2000-ben fejlesztették. A funkciója a féle multifunkciós mobil asszisztens. Egyszerűbben megfogalmazva, azért fejlesztették, az volt az eredeti szándék, hogy egyfajta segítsége, kiszolgálója legyen a mozgásukban korlátozott embereknek. Asimo 130 centi magas és 54 kiló, tud sétálni, rúgni, kezet fogni, úgy 6 km/h-val fut,
felismeri a mozgó tárgyakat, a különböző embereket, az arcokat, gesztusokat, és képes reagálni, sőt válaszolni is a feltett kérdésekre. Én nem tudom miért, de Asimo láttán eléggé érzelgős lettem, egyenesen meghatódtam. És akkor még nem is találkoztam Kodomoroiddal, akihez egy szűk résen át lehetett benézni. Az Android gyakorlatilag a világ első olyan hírközlője, aki a nap 24 órájában képes a világ különböző híreit észlelni, értelmezni és elmondani különböző nyelveken, ami jelentősen meghaladja az emberi képességeket. Érdemes ezt tovább gondolni, hogyan alakulhat át a jövő hírközlése. De az Android reagál is, főleg ha egy félkegyelmű magyar bebe kiabál a résen neki. Konnichiwa! Rád nézed, szkíves. Konnichiwa! Ez nem is robot, meg elesküszöm rád nézed. Én is lettem. Operatőr kollégám őszinte reakcióját hallhatták. És tovább is haladok, mert rengeteg fantasztikus látnivaló akad még a Miraikanban. A teljesség igénye nélkül még megmutatnék egy pár dolgot. Például az intézmény szimbólumát, a geokozmoszt, ami tulajdonképpen azt mutatja, hogyan nézhet ki a Földünk a világűrből. Mi több, amit látunk, teljesen reális, hiszen a legfrissebb műholdadatokat jelenítik meg ezeken az organikus LED paneleken, amihez több mint 10 millió pixelt használtak a megalkotók. De megnézhetjük, hogy milyen az egyik legdrágább és legnagyobb űreszköz az űrkutatás történelmében, a nemzetközi űrállomás, ami most is kering körülbelül 360 km magasságban a Föld körül. A sort még folytathatnám, hiszen rengeteg tudományos eszközt, fejlesztést és szimulációt láthatunk ezen a helyen, úgyhogy melegen ajánlom mindenkinek, akinek akár egy pici tudományos kíváncsisága is van, de akár családoknak is, akiknek kedvük támad egy tudományos szerv tologatásra és egy nagy közös családi belezésre. Hatalmas élmény volt a Jövő Múzeuma, valahogy így kellene művelni mindenhol a tudományos ismeretterjesztést, így tuti célhoz ért, mert egy csöppet sem unalmas. De most mondják meg tényleg, hogy lehet jellemezni Tokiót? Értik már ugye, miért nehéz csupán szavakkal leírni? Szerencsére itt vannak segítségül a képek is, amik most egy kikötőt mutatnak. Egy hajóra várok, ami szintén a tömegközlekedés része. Most kihagynám a metrót, hogy több időm legyen merengeni és megemészteni a látottakat. Ez az a pont, amikor már teljesen le vagyok sokkolódva, a humanoid robotok tették fel az íre a pontot. Ez az ország egyszerűen annyira bonyolult, annyira komplex, hogy fölfogni se lehet. Hát remélem ez a hajót, amire most készülök, ez most egy teljesen átlagos fel, ami lesz, már vágyom rá. A kívánságom teljesült, a hajós út teljesen evilági volt. Jól esett a csendes óceán benyúló öblén ringatózni, és bizonyos távolságból nézni ezt a hihetetlen, felfoghatatlan megalopolis Tokiót. Ez az a város, amit biztosan nem lehet soha megunni. Ezért is volt érdekes találkozni egy néhány hónapja a japán fővárosban élő magyar lányjal. Mert Dóri még tisztán emlékszik Budapestre, de már nyakig benne van Tokióban. Dóri, te egy ilyen harmadik hónapja vagy itt, előtte Budapesten éltél, ami egy nagyváros Európában, Magyarországon is. Milyen hatások értek, mi alatt itt voltál? Meg kicsit ott is vagy még, de most már nagyon itt. Hát megmondom őszintén, hogy még mindig meg tudnak lepni dolgok, sőt valószínűleg ez így is lesz, amíg itt vagyok. Szélsőségesnek érzem. Elég nagy nyüzsi van. Mondhatni mindig mindenhol. Az emberek konkrétan egymáson taposnak. Az összes metrószerelvény mindig dugig van, és amit ugye látunk a YouTube videókon, az igaz. De hát van egy ember, aki betolja a tömeget, csak hogy el tudjon indulni az adott szerelvény. Magyarországról azért nem sokan járnak ide Tokióba. Hogyan írnád azoknak, hogy milyen Tokiónak a nagysága, meg a volumene, akik úgy érzékeltes már, légy szívesen nézők? Hát azt tudnám mondani, hogy amikor az ember vidékiként, hiába jár Budapesten, hazautazik. Lehet ez Miskolc, Debrecen, Zalaegerszeg, Győr, de úgymond hazautazik. Na itt az eljutni A-ból B-be a legtöbb esetben. Rengeteg hatás éri az embert, ez mind hangban, mind képben megmutatkozik. Ugye a város közepén nagyon sok a szín, a rikító szín, nagyon sok a hang, és nagyon hangos, főleg ahogy leszáll az este. Úgyhogy nem tudom, kell lenni egy, az inger küszöböt magasabbra kell emelni, hogy az ember ezt megpróbálja kizárni, amennyiben ki akarja. Ugyanis ha mindig figyel, akkor hát akkor sajnos rohadt hamar elfárad, ezt nem lehet bírni.
Az az igazság, ekkora már én is padlót fogtam Tokiótól, olyan ingergazdag volt. Jó értelemben persze, de tényleg leüti az embert. Ideális volt egy kicsit pihenésként lehűteni magam, egy japán viszonylatban kisebbnek számító várossal, a 174.000-es Kamakurával. Kamakura egyébként japán politikai központja volt sokáig, egy szamuráj központ. Ehhez a településhez köthető a feudális kor kezdete az országban és a sógunátusok megerősödése. Minamoto no Yoritomo volt az első olyan sógun, aki a császári intézményt formális rangás irányítva Japán tényleges vezetője lett. Szóval Kamakura erről nevezetes. A látnivalói között pedig természetesen láthatunk egy gyönyörű sintoista szentét, a Tsurugaoka Hachimangut. De talán még érdekesebb ennek az ezer éves fának a története. Ez itt egy levágott fának tűnik, de egy nagyon japán történet és egy nagyon tipikus japán dolog rejlik mögötte. Ez egy ezer éves ginkófa, amit 2010-ben elpusztított a tájfun. Ez a falról nevezetes, hogy a harmadik sógunt itt ölték meg, innen ugrott ki a gyilkosa. És hát ez ami a nagyon japán dolog, hogy az emberek ide üzeneteket írnak, hogy nőjön, hogy újra-újra éljen ez a fa. Igen, ez egy tipikus japán történet, hogy drukkolnak a 2010 márciusában lefejezett fának. Egyébként a szentét 1063-ban alapították, szóval kis hiány 1000 éves, de ha már a korokról beszélünk, akkor rá tudok még tenni egy lapáttal a kamakurai buddhista templomot, a Hasederát, ugyanis 736-ban építették, érzékeltetésképpen. Eleink feltehetően ilyenkor még Levédiába sem érkeztek meg, nemhogy a Kárpát-medencébe. Tehát a Hasedera nem egy mai darab, viszont mondanom sem kell, gyönyörű. Kamakura egy remek hely a hajtós, stresszes Tokió után egy kicsit kifújni magunkat. Egy igazi felfrissülés a gyönyörű öblével, tiszta levegőjével, a kertjeivel, szóval egy kicsit elfelejthetik az emberek itt a mindennapi gondjaikat. Itt van a Hasedera templom, szinte vibrál itt a történelem. Ennek a helynek, ahol állunk, majdnem 1400 éves története van, és hát tényleg a kert az, amit nagyon ajánlok. A gyönyörű virágokat, és ráadásul ez minden évszakban fantasztikus és látogatható. Valóban, a kert virágai lélegzetelállító szépségűek, a japán kertek nem véletlenül világhíresek. Ezek a kertek úgy tökéletesek, hogy természetes hatásúak, nincsenek vonalakkal agyon szabályozva. Egyszerre gyönyörködtetőek és megnyugtatóak. Japán egyébként is egy olyan ország, ahol sok apró történet van körülöttünk, csak észre kell venni őket, és kibomlanak. Ezek a kedves kis kopasz buddhista szerzetesekre emlékeztető figurák, a dzsizók, a gyermekek és az utazók védelmezői, úgyhogy nagyon kedvesek a szívemnek. A dzsizókat gyakran láthatjuk az utak mellett, az utazókat védve, és a dzsizók azok is, akik vigyáznak a magzati korban vagy egész korán meghalt kisgyermekekre túlvilági útjukon. Kísérik őket, hogy minél kevesebbet szenvedjenek. Ezért láthatjuk gyakran temetőkben is őket, ezért van itt előttük ennyi virág. A japánok imádják őket, reményt jelentenek nekik a gyászban ezek a gyakran derűt árasztó figurák, de most inkább egy vidámabb témával folytatnám. Japánban az a csodálatos, hogy nem tudok olyan helyre menni, ahol ne hasítana a wifi. Most például a természet közelben vagyok, egy buddhista kolostorban ülök konkrétan, és szabad wifi, free wifi van. A gyorsasága meg olyan, mint otthon 15 megabájt. De ha netán nem lenne free wifi valahol, akkor is lehet egy ilyen mobil routert bérelni, és gyakorlatilag az egész országban, bárhol, egy folyóparton, egy hegytetőn nyugodtan tudunk internetezni. Régi és új egyszerre, együtt és mindenhol, ezt jelenti Japán. A szupererős internetet egy több mint 1400 éves templomban. Kamakura pedig még ezt az óriási buddha szobrot is jelenti, ami 1252 óta áll itt, és túlélt meg annyi földrengést. Több mint 13 méter magas és 121 tonna a súlya. Csak a füle majdnem 2 méter magasságú, a szeme pedig 1 méter. A Japánban mindenhol jelenlévő kedves történetek pedig a hosszú évszázadok óta itt ülő hatalmas buddhát sem kerülhették el. Japán Európában híres a kawaii, azaz cukiság kultúrájáról. Kawaii, azaz cuki lehet bármi, egy kis kutya, egy kis gyerek, egy kis házikó vagy egy aranyos történet. De most a következő történet is elég kawaii. Kisgyerekek úgy gondolták, hogy szegény Buddha már a 13. század óta itt ül, és hogy biztos szeretne megmozdulni, ezért csináltak neki egy ilyen papucsot, hogy éjszakánként le tudjon menni strandolni. Kawaii.
Én azt kell, hogy mondjam, hogy egész Japán nagyon cuki. Ettől a sok kis aranyos apróságtól lehetetlen, hogy itt rossz kedve legyen az embernek. De irány vissza Tokió. Még van egy nagyon nevezetes hely, amit illik megmutatni. Még akkor is, ha ez a palota komplexum nagyon kevés kivételtől eltekintve, nincsen nyitva a látogatók előtt, csupán a falakat, a hidat és a várárokrendszert lehet látni. Itt él ugyanis a világ egyetlen uralkodója, aki még a császár címet viseli. Ez itt a császári palota. Az uralkodónk a császár lakhelye, aki már a 125. császárunk. Ez egyébként egy shogun kastélya volt egészen a Meiji restaurációig, 1868-ig, amikor is a tényleges hatalom visszaszállt a császár kezébe. Bár manapság a császárnak nincs igazi politikai hatalma, mi japánok mélyen tiszteljük őt. Nagyon fontos nekünk, mert ő az ország szimbóluma. A hagyományaink szerint egyébként az első császár a napistennő leszármazottja volt. A következő hely, ahová mentem, az Tokió Ginza város része, a Megalopolis keleti részén. Ez Japán legismertebb üzlet és szórakoztató negyede, ahol számos nemzetközileg is elismert áruház, butik, étterem és kávéház található. Ginzát sokan úgy ismerik, mint az egyik legnagyobb luxus bevásárló negyedet a világon. Így néz ki világosban, és így sötétben. Én Ginzába viszont egész konkrétan azért jöttem, hogy egy pofás kis étteremben ismerkedjek meg közelebbről a japán gasztronómia felső kategóriás remekeivel. Bár az olcsó utcai étkezés rajongója vagyok inkább, azt gondolom nem lenne teljes a kép, ha erről nem beszélnénk és nem mutatnánk meg. Ez a kaiseki stílusú étkezés egy hagyományos, többfogásos japán vacsora stílus egy új gondolattal, mert tartalmazza a shabu-shabut. Az első fogás az egy előétel, ami ebben az esetben főleg tofu. Aztán jön a sashimi, ami tulajdonképpen többféle nyers hal. A következő a shabu-shabu lesz, ami marhaszeletek és zöldségek, amit te fogsz megfőzni itt az asztalon. Majd a tempura a rántott hal. A kört pedig mi más, a sushi fogja zárni. Időzzünk el ezeken a nem csak finom, hanem szép étel különlegességeken, a tofu féléken, aminek nagyon rafináltan volt összetett az íze, és aminek eddig a pontig én nem voltam nagy rajongója. Ahogy a nyers halnak sem, de ez szintén itt változott meg. A wasabival együtt esküszöm olyan íze volt a nyers halnak, mint a legjobb sonkának egy bikaerős tormával. A shabu-shabu a minőségi marhaszeletekkel és a friss elkészítésével maga volt a gyönyör. A rántott panírozott hal, az rántott panírozott hal, mindenhol finom. De itt jön a lényeg a sushi, amit már korábban többször is kóstoltam, és azt hittem, hogy kifejezetten utálom. De képzeljék el, ez nem igaz. Szeretem. És nem azért, mert belelovaltam magam a hely szellemébe, hanem azért, mert ez nem az a sushi, amiről korábban azt mondták. Ez egy egészen másik dimenzió. Japán egyik nagyon ikonikus város részében, Harajukuban járunk, ez a japán popkultúrának a fellegvára, és annak is az egyik fő ütőere a Takeshita utca. Harajuku a fiatal japánok divat és popkultúra negyede, meg annyi bolttal és kis kávézóval. Egy színes, trendi és hömpölygő forgatag. Az egyik legtipikusabb utcakép, amit a mai modern Japánhoz általában kapcsolni szoktak. Egy nagyon érdekes és különleges világ. Remek megfigyelő terepe a legújabb tokiói divatirányzatoknak, annak a kreativitásnak, ami a japán fiatalokat öltözködés terén jellemez. Ez egy olyan hely, amit már a föld sok más részén próbáltak lemásolni, de nem nagyon sikerült. Hiába Japánt csak Japánban lehet megtalálni. De nem csak Japánt lehet Japánban megtalálni, hanem a világ legforgalmasabb útkereszteződését is. Ez akár csak Harajuku, Shibuya város részben található. Kapaszkodjanak meg, csúcsidőben egyetlen zöld lámpánál 2000-3000 ember szokott itt átkelni. Csak összehasonlításképpen, híres borvárosunk Tokaj összlakossága 4400 fő körül mozog. Itt egyetlen zöld és 3000 ember jön át. 10 zöld lámpa alatt gyöngyös teljes lakossága. Szóval ez most itt csak egy laza kis tömeg, mert messze nincs csúcsidő. Ugye, megint a léptékek. Lehetne még sok mindent megmutatni, és rengeteg dologról beszélni, mint például Tokió Midtownról, ami szintén egy finoman fogalmazva és kortárs, de inkább jövőbe mutató helye a városnak, de az már tényleg nem férne bele időben, így a film vége felé, a kőkemény modernitás után ismét egy parkban kötöttem ki, a Shinjuku Joenben,
hogy megnézem teljes pompájában a cseresznyefa virágzást, hogy föltöltődjek még utoljára ebben a hatalmas parkban és kertben. Tokió egy nagyon nagy, masszív város, rengeteg ember jön ide élni Japán különböző területeiről, mert lehet, hogy egy külföldinek ez nem egyértelmű, de az országon belül komoly kulturális különbségek, variációk vannak. Ezért mondhatom, hogy egy vegyes kultúrájú hely. Sok ember azt hiszi, hogy Tokió egy beton dzsungel, egy házrengeteg, ami folyamatosan pörög. Ez lehet, hogy igaz, de tele vagyunk parkokkal, zöld felületekkel, ahol kipihenhetjük magunkat. Én imádom Tokiót. A Shinjuku Gyoenbe egyébként nem lehet alkoholt bevinni, nem lehet frisbizni, labdázni, tollasozni, gördeszkázni. Szóval van egy pár szabály, de a nyugalomnak ára van. Ebbe a parkba a harmóniáért jönnek az emberek. És pontosan ez a harmónia az, ami nagyon hiányzik nekem azóta is, mióta hazajöttem. Egész Kelet-Ázsiában, de Japánban különösen tudják a módját, hogy kapcsoljuk ki az agyunkat. Most is csak azt tudom mondani, hogy Japán egy csoda. Mert akkor még egyszer, mit keres az utazó? Valami egészen mást, valami nagyon eredetit, egy olyan helyet és kultúrát, amit meg kell fejteni. Ami benne marad a zsigereinkben, és utána is folyton vissza-vissza hívogat. Japán pontosan egy ilyen ország. Nem igaz rá a kicsit ilyen, kicsit olyan közhely, mert mindenből nagyon sok van. Nagyon régi, nagyon új, nagyon fölfoghatatlan egyszerre. Nagyon különleges. Komolyan, hány olyan hely van a Földön, ahol egy városban él vígan, néhány kilométerre egymástól, Amaterasu napistennő egyenesági leszármazottja, a japán császár, és Kodomoroid, a humanoid android.